Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél ismételde, és folytatom a My Two Point Game Loft legújabbik frissítésének az eventjét, ahol jobbá befejezzük a dolgokat, közben meg látom, hogy Twilight Apple, de nem ez a érdekes. Nos, akkor lássuk akkor a szöveget. Szóval. Mert mindig egy szöveget zárul elsősorban az egész. Where are those six young creatures? I must thank them for saving me. I took friendship was something only ponies could share with each other, but you all took me otherwise. Megjött ugyebár a bizottság feje, és kijelenti ugyebár, hogy a hat különböző lény, ugyebár itt beszélünk a Young Six-ről, ahogy nevezik őket, elmondja nekik, hogy hogy hatalmas köszönetet tartozik nekik, mivel megmutatták, hogy a barátság nem csak a póniknak szól, ugyebár tömören fogalmazva, és ezt ő is belátta végre. Már ideje volt, már az elejétől fogva ezt kellett volna tenni. Mindegy. I suppose true friendship can require a lifetime to understand, and of course a school of teach it. Hermione Twilight, I pledge my support to this institution, vagy mi. Közben meg szomra kell meg adna sárokat. Jó, ezt nem teljesen értem, de az biztos, hogy valami olyasmit mond, hogy az igazi barátsághoz idő hogy idő kell, hogy megértsék. És azt mondja Twilight-nak, pontosan, hogy Twilight igazgatónak, hogy számíthat ezentúl a támogatására, hogy az iskola megtanítsa, mi is az igazi barátság lényege. Hát... ez a legkevesebb, ugyebár. And now we can graduate, right? I mean, we have a save all request, yeah. Graduate, hát igen. Hát most ugyebár szívesen azt kérdezi, hogy akkor most levizsgáltak, itt megmentették Equestriát. Saving Equestria is nice, but like the Chancellor said, I take more than one semester to learn all there is to know about friendship. Hát igen, tehát, hogy megmenteni Equestriát, az tényleg nagyszerű dolog volt, viszont ahogy a bizottság elnöke is mondta, az igazi barátsághoz még elég sokat kell tanulni, úgymond. Egy szóval még maradnak az iskolában, az biztos. Na kíváncsi vagyok, hogy mennyit kapok. The school, congratulate the school, race story is over, but don't worry. Kösz. Köszönöm szépen. Na szóval. Story is over, but don't worry, there will be more adventures soon. You have spent magic coins where coming into gems. Hát látjátok, azért még összeszereztem valamennyit, de hát 68 ezer így is, sokkal több, mint a legutóbb, és így is csak 20 gemet kaptam, hát... inkább nem mondok erre semmit, mert tudjátok, hogy annak mi lesz a vége. Istenem... ilyenkor nem tudom, hogy mit mondjak emberek, mert... nekem újra indítom, az lesz a biztos. Én akkor nem tudom, hogy mit mondjak emberek, mert egyszerűen... pardon. Nem értem ezt, tehát hogy most itt van egy Rahedli holm, és megint csak ilyen két számjegyes összeget kapunk. De és még csak nem is azt mondani rá, hogy 70-től 90-ig. Nem. Még 50 alatt is csak alig le. pardon, még 50 alatt is alig. 20 gem. És akkor azzal most mit csináljak? Mert azt a fejemre kenhetem a 20 gemet. Miért nem tudnak valamivel többet adni tényleg? Miért nem tudnak valamivel többet adni? Hát ez egyszerűen nem normális dolog. Amivel beléptem volna, most el szeretném mondani, hogy két dolgot tudtam meg, és nem az elvárásommal kapcsolatban, mielőtt még bárki föllenné azt a kérdést, hogy végre azt már elárulom, nem, azzal még nem. Azonban megtudtam, hogy valaki nem is kapott semmit itt az event végén, pedig pardon, jóval többet gyűjtött össze, mint ami nekem van, úgymond. A másik pedig sajnos van egy, hát nem azt mondom, hogy rossz hír, de rám nézve eléggé kellemetlen dolog, mások számára még nem, de úgy tűnik, hogy lesz egy quick update a játékra, tehát karácsonyra lesz itt egy event minimum,
Majd legalábbis valami újdon, valami gyors frissítés lesz, mert most már biztos, hogy bejönnek a rénszarvasok. Tehát ez már biztos, már betették a kisatírozott képét, utána meg már tudom, hogy ha legyen a frissítés, akkor bejönnek, de most abban reménykedek, hogy nem lesz olyan nagyon macerás a dolog, hogy mit tudom én, hogy ide nem fér, hát oda viszont nem rakom, akkor ide. És ide miért nem fér? Miért nem? Akkor majd ide rakom. Hova is? Minden se fér, gratulálok. 4 óra. Hát nem tudom, mit fog ez termelni, de hoppá. Kicsit úgy érzem, hogy el kéne indulnom terjeszkedni, hogy úgyis van annyi, mint a nem igaz. Jó, most többet nem is költök rá. Ja, szóval pardon. Tehát, hogy jönnek az őzek, ez már biztos. Na, addig nem viszak. Crystal Empire. Jó, én csak annyit mondok ezzel kapcsolatban, hogy oké, felőlem jöhetnek az őzek, én engem nem zavar. Tehát engem nem zavar a dolog, lejöhetnek az őzek, feltéve, ha nem lesz annyira drága a dolog. De hát szerintem, ahogy ezeket ismerem, az biztos, hogy nem lesz egy olcsó mulatság. Hát mindegy, úgyis karácsony van, úgyis ilyenkor ajándékozzák az emberek egymást. De mindegy is. És ha minden igaz, akkor most állítólag meg kell, hogy legyen a ruha. Akkor most nincs meg. Hello! De itt van, jól van. A frissítésig berakom ezt az ancúgot vállájta, csak azért, mert legalább tényleg megvan így Starsőrnek a ruhája, amit ugyebár hát igen, nagy nehezen összeszedtem. De ne repüljél legalább ebbe az ancúgban, ne repüljél, könyörgök az ég szerelmére, fú. Hát, igen. Igazából most még azt is lenne csinálni, hogy még játszok egy pár pónival, hogy kihúzom a dolgokat, de nem, mert ezt most... Hát, szóval jól megakadtanám a szó. Na, tehát akkor ugorjunk neki még egyszer. Tehát, igen, szeretnék még tovább kihúzni ezt a videót, de az a helyzet, mondom, ezt a dolgot most föl kell emésztem, hogy jönnek az őzek. Azzal nincsen semmi baj, ha jönnek, de... Az viszont már sokkal nagyobb probléma, hogy így lehet, hogy akkor nem fog tudni venni magamnak megint semmilyen fajta karácsonyi karaktert, mert én úgy terveztem, hogy akkor megveszem, ugyebár mondtam, hogy meg akarom venni már az utolsó 3 karaktert is, aki még a karácsonyi eventhez tartozik, ugyebár Professor Flintheart, Snowfall Frost és Snow Dash az, ugyebár tudjuk jól, ő három, az a három még kéne nekem, plusz még a termelő is, úgyhogy szerintem nagyon jó, nagyon gyönyörű lesz, ha nem tudom ezt most így mindent megszerezni. Na mindegy, szóval, hogy miért nem tudták ezt az eventet átolni most karácsonyra, és akkor még... Na mindegy. Nem tudom, hogy milyen lesz ez az event, emberek, nem tudom, hogy mire kell számítani, de remélem, hogy azért nem lesz úgy rossz hatással rám. Tehát, hogy abban az értelemben mondva nem lesz rossz hatással rám. Na, itt van egy... rakás karakter, mert nem csak póni van itt, amint lehet látni. Szóval, én szerintem ezzel a képpel fogok itt búcsúzni. Hát sokat most nem mutattam meg, de hát... Most mit csináljak? Ez van. Jó, hát akkor ennyit volna már akkor a játék, és legközelebb akkor minden bizonyal akkor fogok jelentkezni, hogyha elindul végre ez a... Tehát, hogyha megjön a gyors frissítés, úgymond. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, nézzük a filmet és viszlát a következő videóban, valamint, ahogy mindig is szoktam mondani, külön minden Bron és Pegasus testvérnek pedig külön Brof és viszlát.